tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. És akkor egy telefon is érkezett. Mielőtt feltenném a kérdést, azt szeretném mondani, hogy a Parallaxis műsorát a Google Podcastben is meg lehet hallgatni. Zseniális, ajánlom mindenkinek. Köszönjük szépen. Na, az a legegyszerűbb, ha az embernek van Google Podcast, és rákeres, hogy Parallaxis, és akkor nem kell mindenfelé keresgélni, és le is lehet tölteni, és offline is hallgatni. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. Köszönjük szépen. És boldog új évet kívánok, és reméljük, hogy jövőre elindul már egy félfénysebességgel haladó hajó. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Boldog új évet, vagy ahogy Hofi mondta, boldog új. Ez itt az első Parallaxis 2022-ben, az 58. adás, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Kár, hogy nem a kőkorszaki szakik fizikája a mai témánk, a Tom és Jerry-s adás után szabadon, mert szép welcome lenne ez így szép rímekbe szedve. Szeretettel köszöntök mindenkit, és ha megengeditek, akkor születésnapi alkalmából elsősorban anyukámat köszöntöm, aki először megmutatta nekem a Power Kapitány és a Jövő Katonája című sorozatot VHS-en, így nélküle talán sosem alakul ki ennyire szoros kötődésem a tudomány és a fantasztikum világához, úgyhogy biztosra vehető, hogy én se vezetném épp itt ezt a műsort ebben a pillanatban, ha ő nincs, meg hát ha ő nincs, akkor én se vagyok, úgyhogy boldog szülőnapot, anyu, köszönök mindent! Na, a családi percek után jöjjön a mai témánk, ebben az epizódban főként Nikola Tesla életéről, munkásságáról, illetve Thomas Edisonnal való viszonyáról beszélgetünk, annak apropóján, hogy január 7-én hunyt el 79 éve a szerb-amerikai feltaláló Tesla. Itt van velünk a téma szakértője, Ivanics Rigál Klaudia, Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklós, az MTA-ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia, Miklós! Sziasztok! Na, itt a felkomban úgy fogalmaztam, hogy Tesla feltaláló volt, de azért ő jóval több volt ennél. A magyar Wikipédia például úgy hivatkozik rá, mint fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus, aki életében 146 szabadalmat jegyeztetett be, és akiről a mágneses indukció SI mértékegységét nevezték el. Ti hogy ne jellemeznétek őt? Én már életművésznek mondanám, már természetesen amellett, hogy tudományos alapon, de igaz életművész is volt. Én leszek ma a destruktív elem a műsorban Tesla kapcsán, tehát én Teslát elsősorban egy nagyon intuitív feltalálónak tekintem. Egyébként ebben biztos benne van szerintem minden idők 20 vagy 10. Vagy öt? Nem tudom. Azért az nehéz. De azért benne van a legnagyobb, minden idők legnagyobb feltalálói között, tényleg. Tehát rettenetesen intuitív pasas volt. A fizikussal vitatkoznék. Tehát ő ugye nagyon kitűnően alkalmazta a fizikát, ugye azt a fizikát, amit a Faradaytől kezdve lényegében az elektromosságtant ugye feltártak. Ő a fizikához új elemet nem adott, tehát ő igazából villamosmérnöknek tekinthető, és természetesen ugye ott találjuk a... Tehát modern elektromosságtan, vagyis tehát most elektrotechnika nem létezne nélküle, ugye hát ott látjuk őt a forgómágneses tér első alkalmazói között rögtön a Bláti Déri Cipernowski trió mellett, ugye a transformátor kidolgozása környékén, többfázisú rendszerek, aszinkron motor, Tesla transformátor, ezeket nagyon sokáig lehetne sorolni. Fizikusnak azért nem mondanám őt, mert eléggé lepattant a korszak fizikájáról. Ha megnézitek, hogy a Tesla 1943-ig élt, ugye ez már szinte megélte az atombomba létrehozását is, de mindenképp átélte ugye a relativitás elmélet és a kvantummechanika megalkotását, de ezek teljes egészében elmentek mellette, tehát a csávó például nem hitt abban, hogy létezik az elektron, haláláig vitatta azt, hogy a relativitás elméletnek van bármi értelme, stb. Tehát, hogy egy
igazi nagy mérnök, aki természettudományos képzést kapott, nagyon sok feltalálóval ellentétben, neki egy nagyon szilárd, biztos alapokon nyugvó természettudományos képzése volt, ezt alkalmazta is, de azért ilyen értelemben fizikusnak, mármint alkotó fizikusnak nem nevezném, mert igazából azt, amit a fizika címszó alatt gondolunk a világról, ahhoz ő már túl későn érkezett, hogy ahhoz hozzátegyen. Hozzáteszem, hogyha mondjuk 50 évvel korábban tette volna ugyanezt, akkor nem csak egy ilyen pici széljegyzet lenne a Fizika Kultúrtörténete című könyvben, amiből készülni akartam mára, és megrökönyödtem, hogy csak egy ekkora kis fleck van rajta a 325. oldal szélén, hanem akkor egy egész fejezet szólhatna róla. De mit is talált fel Tesla? Mert ugye, ha Tesláról beszélünk, akkor hogy az emberek többségének nyilván manapság már Elon Musknak a automárkája jut eszébe, vagy esetleg a Tesla tekercs. Mi is csináltunk még középiskolában Tesla tekercset, de mit is talált föl Tesla? De én semmit nem tudok a Tesla találmányairól. Segítek, a váltóáramról szeretnék beszélni. Tehát, hogy... Most, hogyha már így rákanyarodva az Edisonnal való hát viszonyára, mondjuk, nagyon két különböző személyiségtípusról van szó. És tehát Edison például, csak hogy ilyeneket mondjak, hogy ő imádta a nőket, folta őket, imádta a különböző káros szenvedélyeket. Tesla ezzel szemben, mondjuk szerintem neki nem is volt szerencséje a nőkhöz annyira, de abszolút tartózkodott is akár a káros szenvedélyektől, akár az egyéb ilyen dolgoktól. Tehát ő sokkal szimpatikusabb volt ilyen szempontból, mint Edison, és sokkal kedvelhetőbb is. Csak ugye ma, tehát mindenki, hogyha ugye az áramra, az elektromosságra gondol, akkor ugye egyen áram, és hát Edison, és ugye mindenkinek ez itt az eszébe. Pedig ott volt Tesla, aki... Nem, én nem értek egyet. Az emberek többsége nem tudja, hogy mi az, hogy egyen áram, meg váltó áram. Az emberek többségének jó, az eszébe, AC/DC-t is hogy pedig. Igen, hogy van, és létezik ilyen, de megkülönböztetni szerintem 100 emberből 95, jó vagy nem, 80, az nem tudná. Szerintem, aki nem ezzel foglalkozik, hogy mi a váltóáram, meg mi az egyenáram, tehát nem fizikus, vagy nem villanyszerelő, vagy bármi ilyesmi, az nyilván nem tudja, még ha tanulta is. Tehát ez tipikusan az iskolai tananyag, amit hogyha nem ilyen érdeklődésű vagy nem ilyen uton mész tovább, akkor elfelejted. Edisonnal hozzuk párhuzamba, és neki köszönjük azt az elektromos áramot, ami most a mostani műsornak is adja a szuflát és az egész életünknek. De azért ez nem ennyire fekete meg fehér, mert hogy ugye azért ott volt Tesla, akinek azért valójában köszönhetjük a váltóáramot, hiszen Edison és a cége ugye az egyenáramot favorizálta nagyon. Kedveskedjünk azon hallgatóinknak is, akik egyébként nem értenek a témához, a sok különbség között, a lényegi különbség, vagy a gazdaságilag, vagy az emberek haszna szempontjából a lényegi különbség az, hogy míg az egyenáramot nem tudták hosszú útra elszállítani, messzire elszállítani, addig a váltóárammal ezt meg lehetett tenni, így mondjuk egy erőműtől távoli településen is tudott elég erős áramot szolgáltatni egy áramszolgáltató, nem úgy, mint az egyenáram esetén, ahol már a távoliaknak kevés energia jutott. Na de még egyébként van más is, amit ugye azért ő feltalált, és egyébként érdemes róla így pár szóban beszélgetni, mert ez vele kapcsolatban nem annyira jön szóba, mert ugye azért a rádió kapcsán is adott be, azt jól emlékszem, 12 szabadalmat adott be, és végül Marconi ezzel előzte meg, és hozzá kapcsoljuk már, aki egyáltalán ismeri a nevét, hozzá kapcsoljuk ugye a rádiózást, a rádiót, mint olyat, annak a feltalálását, de hát addigra már azért Tesla régóta kísérletezett ezzel, csak nem tökéletesítette még a találmányát. Igen, hát ugye itt a Marconi, hát valamikor az 1900-as évek elején, azt hiszem pont 1901-ben mutatta be a magát a rádióhullám hát technológiát, hogyha lehet így nevezni, különben egy pár évvel később meg is kapta érte a Nobel-díjat fizikából. És ugye Tesla, hát Teslának ugye voltak érdekes dolgai, ez még hogyha majd a halála előtti időkről beszélgetünk, majd még fölemlegetem, Tesla ugye beperelte konkrétan Marconit azzal a váddal, hogy ugye ellopta
az ő találmányát. Tulajdonképpen szerencsétlen Tesla ilyen posztumusz kapott valami kis izét, hogy hát jól van, akkor végül is tényleg ő találta fel, de szerintem addigra meg már, meg mostanra is annyira az emberek összekötötték a rádiót Marconival, hogy igen, de Tesla pehes volt, ezt még akkor hadd fűzzem hozzá az előbbi Edisonos mondani valomhoz, hogy ugye valóban, tehát azért lett Edison ismertebb és híresebb az egyenárammal, mert egyszerűen ő eleve gazdag volt, és neki jó befektetői voltak, még mondjuk Tesla, ugye, aki ráadásul bevándorló volt, tehát szerintem őnála ez is nagyon sokat számított negatív értelemben, ő nem talált ilyen jó hát mentorokat, és egyáltalán pénzembereket, akik őt szponzorálták. Tesla széles szemben pisált, tehát miután ő ingyen áramot akart adni mindenkinek, hiszen ugye ez még nem hangzott el, de hát tulajdonképpen a vezeték nélküli áram megoldását is ő találta ugye ki. Utána már azért az áramszolgáltatók, a nagy mogulok, azok azért nyilván kevésbé akartak. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván alá is tettek, ahol lehetett, bár Tesla önmagának is mindig alá tett, tehát például az elektromotornak a szabadalmát $200-250 adta el, és hát milliómos, multimilliómos lehetett volna belőle. Jó, hát a csávónak nem volt üzleti érzéke, de azért az nehezített pálya, amikor az Edison ellen kell játszani, mert az Edisonnak meg semmi más nem volt, mint üzleti érzéke, de az nagyon. Tehát nagyon sok ember úgy tartja az Edisont számon, hogy ő egy feltaláló volt. Ugye mind a mai napig idézgetik egyébként minden Facebook bölcsességben azt az Edisonnak tulajdonított dumát, hogy a zseni 99% verejték és 1% ötlet, vagy valami ilyesmit. Szóval azért lássuk be, hogy Edison őszintén szólva egyrészt nem volt egy iskolázott ember, másrészt viszont egy tökéletes self-made man volt, tehát az amerikai archetípus, tulajdonképpen szegény sorból származó kisgyerek, akit már gyerekkora óta csesztettek, mert egyébként süket volt szegényként, mint az ágyú, mert ha jól emlékszem, volt az Edisonnak valami gyerekkori fülbetegsége, de aztán onnantól abszolút szépen módszeresen megtermelte a saját dolgait, eleinte azzal keresett pénzt, ha jól emlékszem, az Edison, hogy volt neki, hogy ilyen Pony Expressen szállni, ugye akkoriban az, amíg nem volt amúgy távíró, ugye, addig hogy továbbították az emberek az üzenetet, ugye postakocsival, ugye ezt ismerik a western filmekből, postakocsikkal és kis lovakon, pónikon, vagy hát nagy lovakon, mindegy, csak Pony Expressnek hívták azt a szolgáltatót, tulajdonképpen ilyen futárszolgálat, korabeli hírvívő és futárszolgálat, ilyennel is dolgozott, aztán szépen felépítette a világ legnagyobb cégét. Ugye, és ugye folyamatosan más se csinált az ember, mint mások ötleteit használta föl. Tehát ilyen értelemben, mire egyáltalán a szegény Tesla ki vándorolt Amerikába, ki kóvájgott oda, megkapta az amerikai állampolgárságot, addigra az Edisonnak már ott mindene volt. Tehát az Edison az ilyen értelemben minden helyzeti előnnyel meg volt állva, de az Edison egyáltalán nem volt egy természettudományos szempontból képzett ember. Biztos neki is voltak néha intuíciói, de ezek az intuíciók leginkább arra vonatkoztak, hogy kitől kell a találmányokat, ötleteket lenyúlni. Na most, ha már a társfelfedezés szóba került, akkor viszont említsünk meg egy fickót, akinek a nevével talán a szüleink generációja, például a születésnapos, többet hallhatott meg annak idején a könyvekből, a Popov, Alekszandr Sztyepanovics Popov, aki egyébként igaziból a társ felfedezője a Marconival együtt a rádiónak, mert a fickó 1896-ban 250 méteres távolságra tudott rádióüzenetet küldeni Szentpétervárott az egyetemnek a két épületek között. Az ő nevét mostanság egyáltalán nem szokás emlegetni, vagy hát biztos az oroszok emlegetik maguk közt, a Putyin országában, de egyébként így nem hallunk róla. Szóval igazából egy kicsit ez a hogy hívják, miután a Maxwell egyenletek már megvoltak, amiből kiderült, hogy
elektromágneses hullámokat lehet gerjeszteni, és azzal információt lehet küldeni. Onnantól kezdve ez a távíró vagy rádió dolog, ez igazából ott volt a levegőben. Csak, idézőjel, nagy-nagy idézőjel, csak fel kellett találni, de a lehetőség az igazából eléggé adott volt. Viszont amiben a Tesla meg baromi nagyot alkotott, és szerintem méltatlanul nincs elismerve, az a távolsági rádió kommunikáció, amit ma wireless kommunikációnak hívunk. Ugye eleve úgy kezdte New Yorkba, hogy építette egy bazi nagy antennát, ott, amikor már pénzt gyűjtött, ezt később ugye lebontották, vagy azt hiszem, hogy talán be se fejezte a Wardenclyffe Towert, ami egy igazából egy nemzetközi wireless kommunikációs rendszer lett volna, amiben elsőként használtak volna ki azt a tényt, hogy a Föld magas légkörében vannak töltött részecskék, ezt ugye még nem tudhatta, egyszerűen vagy megérezte, vagy kitapasztalta, de a lényeg az, hogy az ionoszféráról visszaverődnek a rádiójelek, ami azt jelenti, hogy olyan távolságra lehet rádióadást küldeni, ami bőven a horizonton túl van, még a torony tetejéről is, mert egyszerűen az űrben el kell képzelni egy réteget baromi magasan, több száz kilométer magasan, amiről egyszerűen visszaverődik a rádiójel, tehát így az óceánon keresztül lehetne kommunikálni. Az elsők között volt a Tesla, aki ezt nem csak felismerte, hanem konkrétan tervet csinált, tehát ilyen értelemben a világ szintű elektromos telekommunikációnak az atyai között szerintem abszolút ott van az ő helye, és ezt viszont nem szokták emlegetni, mert mindenki a váltóárammal jön. Szerencsétlen Tesla különben mérhetetlenül alul van reprezentálva. Ja, vagy ahol fölül, tehát igen, igen, ugye az a szörnyű az egészben, hogy ő egyszerre van alul és fölül, tehát egyszerre van túl hype-olva, és alul reprezentálva, mert valahogy a 80-as években ilyen New Age irányból beindult egy mozgalom, ami kb. Egy egész kultúrkört rittyentett a Tesla köré, amiben kb. Már úgy jelenik meg, mintha egy izé lenne, egy szuperhős a csávó. Ugye ez nagyon jó, ugye gondoljunk csak a tökéletes trükkre, a kedvenc filmemre, a The Prestige, ugye az iszonyú jó, hát ott a Tesla kb. Mindent tud, tehát embereket tud megkettőzni, meg mit tudom én, tehát hogy semmiből teremt anyagot. Jó, de azért azt jelentsük, hogy ez a film az fikció, tehát... Persze, teljesen fikció, de ennél csak egy icipicit kevesebb fikciók, hogy a Tesla a földön kívüliekkel kommunikálhat, vagy mit tudom én. Tehát azért az internet tele van ilyenekkel, tehát van egy egész kultúrkör, ami erre nagyon rá van pörögve, Nikola Tesla überall lesz, és ehhez képest viszont egy csomó minden miatt, meg talán pont egy ellenreakcióként erre, nem nagyon emlegetik. Érdekes. A műsor második felében majd még beszélgetünk egyébként Tesla személyiségéről is, de mit gondoltok arról, hogy vajon az, hogy Edisonnak dolgozott, ugye mind Franciaországban, mind amikor 26 évesen kiment New Yorkba, ott is Edisonnál helyezkedett el, Edison cégénél. Szerintetek az a karrierje szempontjából ártott neki, vagy használt, vagy csak nem tudta kihasználni azt a potenciált, vagy tényleg arról volt szó, hogy miután például ingyen áramot akart adni a népnek, utána hát Edison konkurenciájával vált, vagy egymás konkurenciájával váltak, és ez szült esetleg valamiféle feszültséget. Mi lehet az igazság az ő kettejük viszonyában? Én azt gondolom, hogy ő elrontotta azzal, hogy Edisonnak úgymond alá dolgozott, mert tényleg Edison, tehát ahogy te is mondtad, lenyúlta tőle az ötletet, és onnantól kezdve szegény, hát nem igazán tudott úgy labdába rúgni, hogy egy olyan hírnevet szerezzen, mint amilyet aztán Edison szerzett. Hát igen, ez így van. Most az a kérdés, hogy ártott-e neki, vagy sem az Edison. Ugye ez is két... Hát nézzük meg az emberünknek az életútját. Gondolom, ez valahol úgy is el fog jönni ez a pillanat, hogy nem én vagyok erre a hivatott ember, hanem a Claudia, de nézzük meg, és akkor ez segíthet eldönteni. Mert nem egyszerű a válasz szerintem. Szóval az van, hogy az emberünk ugye az osztrák-magyar monarchiában született, annak is konkrétan egyébként a magyar Szent Korona országaihoz tartozó Horvátországnak a csücskében, ami ugye ma Szerbiához tartozik az a csücsök ott, de akkor egyébként Horvátországhoz, tehát Magyarországhoz, tehát az osztrák-magyar monarchiához tartozott, szóval ő itt látta meg a napvilágot, aztán Grácsban valami katonai ösztöndíjjal az ottani műegyetemen kitanulta tisztességesen, amit lehetett. Aztán például volt egy időszak, amikor
1880 és 82 között a Puskás Tivadarnak a telefonközpontjában dolgozott Budapesten, de egy ideig a Ganz gyárban is dolgozott Budapesten. Most aztán onnan továbbállt. És akkor ugye egy ideig, még mindig a monarchián belül, de Prágában vagy hol, valahol a mai Csehországban is dolgozott, majd kijavítottok. Ugye nem véletlen, hogy a csehszlovák korszakban egyébként létezett egy csehszlovák gyár, amit szintén Teslának hívtak, és semmi köze az Elon Muskhoz, de például a mi hanglemezjátszónkat, ami kitűnően működött, azt ott gyártották, tehát nem az Elon Musk csinált először Tesla nevű céget, hanem az egy csehszlovák cég volt, és a csehszlovákok úgy vették ehhez a bátorságot, hogy ők is valamennyire magukénak mondhatják a Teslát, mert egy ideig ott dolgozott, és akkor aztán végül kiment Amerikába. Ugye volt ez a Párizs, vagy nem tudom, erről nem is tudtam. De hát a lényeg az, hogyha a barátunk itt marad az osztrák-magyar monarchiában, akkor egyáltalán hallunk-e róla valaha valamit? Én azt gondolom, hogy szerintem nem. Mint hogy a Bláti-Déri-Cipernovszki trióról sem nagyon tud senki, stb. Vagy hát Magyarországon kívül senki nem tudja, hogy a Jedlik Ányos találta föl a dinamót, pedig igen, sőt egyébként még a szódavizet is ő találta föl, sőt a fröccsöt is a Jedlik Ányos találta föl, és egyébként ezt a szót, hogy fröccs, azt meg a Vörös Marti mondta neki, mert el akarta nevezni, és először azt mondta, hogy spritzer, de hát akkor a Vörös Marti mondta, hogy ez magyar, úgyhogy legyen fröccs, úgyhogy lett a fröccs. Szóval sok mindent köszönhetünk ezeknek az embereknek, és ezeket a sztorikat itt mesélgetjük egymás közt Budapesten, de erről valójában senki nem tud. Tehát ilyen értelemben az Edison szerintem segített is neki, meg nem is. Tehát itt azért egy állás várta Amerikában, és hát az az igazság, hogy a 19. század második felében Amerikában és nem Közép-Európában kellett lenni ahhoz, hogy valakinek akkora impaktja legyen, mint amekkora a Teslának lett. Már így is. Persze lehetett volna sokkal nagyobb, de azért szerintem, őszintén szólva, ha itt maradt volna, akkor nem jutott volna ennek a közelébe. Nem így látjátok? De szerintem teljesen igazad van. Hát ez egy ilyen, talán már hungarikum, vagy nekünk magyaroknak valamilyen beidegződés, hogy szeretjük azokat, amikor időről időre valaki nagyon szép animációban és videóban összerakja azokat a magyar találmányokat, amik magyar születésű emberek nevéhez fűződik. Csak azért, ha reálisan látjuk a dolgokat, akkor azért nagy részt ezek, hát tulajdonképpen nem magyar találmányok, nem a mi nemzetgazdaságunkat gyarapítják, és igazából nem a mi hírnevünket, mert ezek az emberek mind külföldön csinálták meg a sikert. Egyébként ez érdekes téma, ez talán megérne majd egy Parallaxis podcastet, hogy vajon miért van ez, hiszen oké, rendben, kicsi ország vagyunk, de hát látszik számtalan koponya, és hát mint kiderült, hát Tesla is magyar volt. Hát mindesetre magyar személyi igazolványa lett volna, ha akkor lett volna az embereknek személyi igazolványa. Horvátok azóta is harcolnak úgymond azért, hogy nyilvánítsák Teslát úgymond horvátnak, mivel hogy akkor még a mai Horvátország területére esett az a szülőfalúja, vagy szülővárosa, ahol ő megszületett. Én nem tartom jogosnak, tehát szerintem azért Tesla, ő szerb, kész. A Tesláról azért mondhatjuk szerintem, hogy szerb, mert egyébként ez egy jó kérdés, hogy le van-e írva, hogy a Tesla mit mondott magáról. Hát a Tesla amúgy valószínűleg még magyarul is tudott, a szlovák, a szerb meg a horvát nyelv, az meg lényegében nyelvjárási szinten különbözik. Olyannyira, hogy például nekem otthon, Még ugye a békésebb nagy jugoszláv időkből van otthon egy szerb-horvát-magyar szótáram. Tehát a szerb-horvát így egybe versus magyar. Tehát itt nem, ugye itt nem nyelvi, hanem kulturális különbségekről lehet beszélni, főleg ilyen kevert területeken és kevert korszakokban. Én szerintem elsősorban például a vallása alapján lehet megmondani, hogy ő tényleg egy szerb fickó lehetett, mert itt látom magam előtt a Wikipédián az ő keresztlevelét, ami egyértelműen mutatja, hogy ő bizony ortodox. És ugye jól tudjuk, hogy lényegében ugye akkoriban, tehát a 19. század második felében, lényegében ugyanolyan nyelvet beszélő szerbek és horvátok között tulajdonképpen praktikusan úgy lehetett különbséget tenni, hogy milyen vallású. Tehát a katolikusok azok horvátok, az ortodoxok pedig szerbek. Hát a Nikola Tesla az mindenképp szerb nemzetiségűnek borítékolható, akkor is, hogyha
akkoriban Horvátországhoz tartozott az a terület, ahol megszületett. No, egy kis rövid szünetre vonulunk most, aztán pedig megbeszéljük azt, hogy vajon milyen ember is volt Tesla, mert hogy sokat beszéltünk már a munkásságáról, azért ő az a fura tudós pasi volt, amilyennek őt tartották, hogy egy fura tudós, úgyhogy erről fogunk beszélgetni nagyon-nagyon rövid szünet után, illetve ahogy már Claudia is célzott rá, a halála körül is hát van miről beszélni, úgyhogy azonnal folytatjuk, maradjatok velünk. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egyébként állítólag Teslának fotográfikus memóriája volt, alig aludt, és szinte biztos, hogy autista volt, és vélhetően obszesszív, kompulzív zavarral küzdött, azaz kényszerbetegsége volt. Rengeteg fóbiája volt, rettegett a barasztól, állítólag, ha meglátott egyet, olyan hisztériás roham tört rá, hogy még a láza is felszökött, és irtózott az emberi hajtól is. Minden este 100-szor behajlította a lábujjait, mert úgy gondolta, ezzel fokozható az agyműködés. Az esetek többségében egyébként tökéletes úriemberként viselkedő Tesla soha senkivel nem fogott kezet, ha valaki ezt nagyon erőltette, akkor hátat fordított neki és ott hagyta. Szigorú napi rendszerint élt, minden nap pontosan reggel 9-től este 6-ig dolgozott, és esténként ugyanattól rendelte meg a vacsoráját, amihez 18 szalvétával kellett áttörölni az evőeszközöket. És hát ugye ez is alátámasztja, hogy kényszerbetegsége volt, szóval azért sokan nyitott kérdés nyilván Teslával kapcsolatban, vagy az ő mentális, lelki és egyéb állapotával kapcsolatban, de azért ezek a történetek, még ha csak a részben is igazak, mert nyilván ellenőrizhetetlen ezek hallomások és visszaemlékezések alapján íródtak, azért körvonalazódni látszik, hogy egy tipikus ilyen fura tudós kutató agya volt a fickónak. Ugye látjuk is, hogy azért sok tudósnak, meg ilyen hasonló, tehát ilyen híres embernek, főleg akik így tudományban dolgoznak, voltak ilyen handicapjei. Sőt, most már lassan a tudós nem is tudós, hogyha nincs valami ilyen jellegű bármi, akár egy figyelemzavara, vagy bármi ilyesmi, de én tanárként pont azt gondolom, hogy sok olyan dolog, amit ma ráfogunk a gyerekre, hogy az egy betegség, meg hogy ugye papíros a gyerek, mert valamilyen problémája van, az valójában nem kifejezetten probléma, csak mi így kezeljük. De nekem azon rögök amúgy, hogy nekem erről, amiket felsorolt, ez teljesen annyira parodisztikus, hogy eszembe jutott a Karintitól, az Így írtok Tiből az a rész, hogy hogyan írnak az írók, tudod? Igen. Igen, érdekes, némely írónak az a szokása, hogy csak bizonyos körülmények között és környezetben tudnak írni. Schillerről beszélik, hogy ládájában rohadt almákat tartogatott, ezeknek szaga inspirálta őt írás közben. Herdernek ugyanaz a szeszélye volt, de ő emellett még szilvát is és mandulát is rohasztott, melyekből a kukacot kiszedte, és gondolkodás közben két bal záfoga közt lassan morzsolgatta őket. Meredith nyakig hideg víz ült, ha alkotott fején egy tál rizssel. Nem tudom, nekem nincsenek ilyen beütéseim. Vagy csak nem tudok róla. Nekem sincs, de hát ebből is látszik, hogy mi nem vagyunk ilyen izék. Különben valószínűleg pont Miki, amit te mondtál, hogy ugye a Teslát újra felkapták, ráadásul pont ez a New Age-es mozgalom ugye a 80-as években, tehát azért valószínűleg nagyon sok mindent hozzáköltöttek az ő hát életéhez, meg ugye, hát akkor most már beszéljünk erről, hogy a halála előtt szerintem ő valamennyire sejtette, hogy meg fog halni, ugye tudjuk, hogy nagyon elszegényedve és elfeledve élt akkor már szállodai szobában. Egy szállodai szobában, igen. És egy újságíró nőt hívott magához, nem sokkal a halála előtt, hogy interjút adjon neki, és így elmondja az életét. És persze most nyilván, hogy ebből megint
mi igaz, meg mi nem, azt ugye nem tudjuk, mert ráadásul a szövetségi nyomozóiroda Tesla halála után az összes tulajdonát, amit a házban találtak, elkobozta, és meg is vizsgálták, és állítólag ennek az újságíró nőnek is eltűntek a jegyzetei, illetve hát kellett bemennie, úgymond kihallgatásra, és el kellett mondani, hogy Tesla, amiket mondott neki. Tehát ez ugye megint más kérdés, hogy akkor már mennyire volt Teslának tiszta a gondolkodása, tehát mennyire volt tiszta a feje öregségében, vagy mennyire nem őrült meg, vagy mennyire őrült meg. Ugye nekem az egyik kedvenc ilyen, hát ugye ezt megint nem lehet tudni, hogy mennyire városi legenda itt Tesla kapcsán, de nekem az egyik ilyen kedvenc mítoszom, Tunguszka esemény, például Tesla azt nyilatkozta, ugye ez az 1900-as évek elején történt ez az egész, és ugye ma már tudjuk, hogy egy üstökös magnak az egésze vagy része robbant föl a légkörben, de állítólag Tesla azt nyilatkozta, ekkor az újságíró nőnek, hogy az is ő volt, tehát hogy az neki valamilyen kudarcba ment kísérlete volt. Hogy ez persze mennyire igaz, azt ma már nem tudjuk, de én imádom ezt a mítoszt. Hát ez jó, hogy saját, de ez tök jó, hogy saját maga kezdte el, de ezek a nagyok, ezek gyakran csinálják ezt, hogy saját maguk elkezdik még az életükbe a saját legendáriumukat fölépíteni. Igen. Én egyébként teljesen máshogy tudom azt a sztorit a halála után. Ugye volt egy embernagyságú széf a szobában, igazából ez két egymásban nyíló szoba volt, ahol az utolsó éveit töltötte, és az FBI valóban is átvizsgálta, hogy nincs-e valami veszélyes dolog a találmányai közt, de én nem tudok arról, hogy ennek bármilyen más kimenetele lett volna. És egyébként meg teljesen nyilvánvaló, hogyha most itt is lenne. Most nem tudom, én szerintem az FBI át fogja vizsgálni Elon Musk, nem tudom, irodáját is, amikor meghal, hogy nincsen valami tömegpusztító fegyver, tehát, hogy... Elon Musknak szerintem nem kell átvizsgálni, mert ő 0-24-ben folyamatos megfigyelés alatt áll, hát ugye ő ugye a SpaceX az ugye az amerikai hadseregnek az egyik legfontosabb beszállítója, tehát nyilván, hogy amikor azokat a szerződéseket megkötötték, az egyébként szintén bevándorló, Tesla hasonlóan nem amerikai születésű Elon Musk cégével, ugye... Akkor... De Amerikával kapcsolatban szerintem az, hogy most bevándorló, bocs, hogy a szabadba vágok meg, hogy nem, az most tehát egész Amerika bevándorló kivéve, aki indián. Jó, erről lehetne nyitni egy óriási nagy újabb sztorit. Értem, de ha a Mayflower-rel mentél, akkor amerikai vagy, ha a 20 évvel él, ha második generációs vagy, akkor nagyon, nem. Ez nagyon jó, oké, menjünk erre, csak nem ez a témánk. Hogyha a Mayflower-rel mentél, akkor te nem bevándorló vagy, hanem telepes. A kettő abban különbözik, hogy a telepes az lényegében a semmiből, vagy hát csúnyább esetekben az indiánok helyén, de akkor is végül is mindent felperzselnek, hogy itt tudom én micsoda, vagy olyan helyre mennek, ahol nem lakik senki, ott megalkotnak egy kultúrát, és lefektetik a kulturális normákat a semmiből. A bevándorló az pedig egy olyan ember, aki már egy olyan társadalomban létezik, ami eleve működik. Tehát ilyen értelemben van egy legitim különbség, és ennek, és ezt az amerikaiak nagyon is képbe vannak ezzel. Tehát nem igaz, tehát gyakori szlogen az, hogy Amerika a bevándorlók nemzete. Ez egyrészt igaz is, de mind a mai napig meg vannak különböztetve egyébként, képzeljétek el, hogy nagyon sok szempontból igenis valóban előnnyel jár, hogyha a te őseid mondjuk a Mayflower-rel érkeztek, mint hogyha mondjuk Ellis Island-nél csekkoltak be téged 1910-ben az Európából jövő több milliós bevándorló had részeként, már nem téged, hanem az őseid, de nyilván azért... Nagyon sokat tettek hozzá az amerikai kultúrához a bevándorlók, mint például Tesla, vagy Elon Musk, vagy akárki, akiket szoktunk emlegetni a magyarok, vagy akik a Hollywoodot megcsinálták, vagy fizikusok, vagy akár. De azért van egy kis különbség. De csak azt akarom mondani, hogy hát az Elon Musk az ugye nyilván folyamatos megfigyelés alatt áll, és nem azért, mert Dél-Afrikában született, hanem egyszerűen azért, mert államtitkokkal... Csak nehogy drogot találjanak nála. Igen. Ha, ugye. Jó, de ennek semmi köze a Teslához, ugye? Viszont de egy kicsit egyébként van, mert direkt hoztam szóba Elon Muskot, csak így zárójelbe akkor már tegyük ezt, hogy az, hogy most a Teslát választotta, én nem nagyon ismerem a Tesla cégnek a történetét és a keletkezését, de az, hogy a Teslát mint nevet választotta Elon Musk, az
nyilván persze, hiszen elektromos autókat gyártanak, nyilván van benne reláció. Viszont én azért érzek egy másfajta, inkább Musktól igényelt párhuzamot is Elon Musk és Nikola Tesla személye között. Igazad van, és szerintem ezt maga Musk is látja, ezt a párhuzamot, tehát nyilván nem véletlen az, hogy ő Teslának nevezte a saját cégét. Tehát én azt gondolom, hogy talán vissza is akarja ezzel egy kicsit Teslát hozni a köztudatba. Igen, ez lehet. Meg hogy jó ráépít egyébként arra a kialakult hype-ra, ami bizonyos körökben van a Tesla iránt, de közben nem azt mondja, hogy ő is azt gondolja, hogy a Teslának a kis ujjában volt az űrutazás, meg a csillagközi kommunikáció szent grálja, meg a teleportálás, meg az én nem tudom mivel szok, meg a Tunguszka esemény létrehozása. Tehát nyilván nem, de azért szerintem azért az Elon Musknak is jó, hogy valahogy... Tehát a Teslában van valami misztikus ízét, tehát érted, az Edisonból, vagy nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget mondom, mert mindjárt mondjátok, hogy létezik, de mondjuk az Edisonból például nem lehet nem musicalt csinálni, de mondjuk a Faradayből se, vagy a James Clerk Maxwellből se, vagy a... Tehát, hogy könnyen romanticizálható. Romantizálva életünk. Is van szerintem Teslának az élete, és ugye van belőle musical. Igen, azért mondom, hogy ez még... És reality-be való az élete. És egyébként jó példa lehet Elon Musk számára, hogy ne szegényen és elszegényedve halljon meg magányosan, ahogy ezt még Claudia korábban említette. Igen, de az Elon Musk az ilyen szempontból az Edisonnak, meg a Teslának valamiféle... Szerelem gyereke. Jó. Nem így akartam befejezni a mondatot, de ott is jó helyt van, mondja a Székely bácsi. Igen. Szóval szerintetek mi volt a legfőbb oka annak? Simán az ő bénasága, vagy az ő bénasága, mármint Tesla bénasága és a ellene fellépő erők okozták azt, hogy ő ennyire hányatatos sorsú lett, és ennyire. Egyrészt elfeledve halt meg abból a szempontból, hogy még a rádiós közreműködését is csak valamikor a 40-es években ismerték el, illetve hát azért, ahogy a műsor elején is beszélgettünk róla, az emberek többsége nem is tudja, hogy ahhoz az áramhoz, amit mi most itt a lakásban használunk, vagy bárhol, az bizony Tesla nevéhez fűződik. Vagy jobban fűződik legalábbis biztosan Tesla nevéhez, mint ez Edisonéhoz, akit meg aztán sztárolunk. Hát én nem sztárolom Edison, mert én nem szeretem. De... Edison egy kicsit nem ilyen Trumpi figura? Bocs. De abszolút igen. Most a Trump szimpatizáns hallgatóink, azok most elkapcsolnak. De miért lehetnek Edison szimpatizáns hallgatóink is, akik hát, megsértődnek ők már eddig is elkapcsoltak. Ja, értem. Akkor tartsuk még a Trump szimpatizáló hallgatóinkat, igen, mielőtt megrohamozzák itt az épületet. Igen, make direct current great again. Tegyük újra nagyjá az egyenáramot. Igen, én egyetértek abban veled, hogy Teslának egyszerűen nem volt üzleti érzéke, és egyszerűen nem tudta megcsinálni a szerencséjét, úgymond. De tényleg ő szerencsétlen volt abban, hogy nem értett ehhez, de nem is hallgatott azokra, akik esetleg bármi pozitív tanácsot adtak volna, csak ment a saját feje után, és ugye közben meg ott volt Edison, aki amennyire segítette, ugyanannyira ki is használta őt, és tényleg így emiatt, szerintem emiatt nem jött neki össze. De ahogy mondtad, Ádám, valóban, hogyha ő itt maradt volna Európában, főleg ugye Kelet-Európában, akkor aztán abszolút, tehát még annyira sem lenne ismert, mint amennyire ismert ma. Így van, és reggelig bogozhatnánk, hogy a Tesla miért járt úgy, ahogy. Hát nyilván egy összeférhetetlen ember volt, nem volt üzleti érzéke, sokakat megsértett, saját feje után ment. Nem hitt a korabeli tudománynak, ugye, ahogy ezt már megjegyeztem. Tehát ráadásul ugye mondom, hát nyilván az Edisonnal szembe menni Amerikában, tehát hazai pályán, az mindenképp egy... De egyszer ez tulajdonképpen eléggé, hogy mondjam, csak... Ilyen Don Quixote-i életpálya ez, tehát ez kicsit ilyen szélmalomharc. Viszont akkor emlegessük szegényt, hogy azért mennyi mindenben alkotott ő nagyot. Tehát, hogy én mindig azt hiányolom, hogy mindig mondjuk ezeket a dolgokat, de őszintén szólva
nem nagyon emlegetjük, hogy mi mindent csinált. Tehát, hogy mi, például ugye ez volt ez az elképzelése neki, ugye ez a nagy álma, ami miatt aztán ugye végül próbált némi kreditet szerezni a Tunguszka becsapódásért is. Ugye nyilván az neki az ő nagy álma, amit ő meg akart valósítani, az a wireless energia továbbítás volt. Ez egy óriási ötlet. Most más kérdés, hogy pontosan amiatt, mert ő nem tudott a fizikával haladni, hogy például nem fogadta el a kvantummechanikát. A kvantummechanika például kell ahhoz, hogy legyen lézer. Ugye a lézer az a legkoncentráltabb elektromágneses sugárzási nyaláb, amit létre lehet hozni, illetve az ezzel hasonló dolgok, mondjuk a mikrohullámú verziója a lézernek, amit mézernek hívnak, vagy a Star Wars-os verziója, amit fézernek hívnak, de nem tudom mi. Na, az a Star Trek. Ja, tényleg, azt akartam mondani egyébként, hihetetlen vagyok. Nem tudom, miért mondtam Star Wars, de természetesen a Star Trekre gondoltam. Életemben nem néztem Star Wars-t egyébként, ez hozzá teendő. Na mindegy, rejtélyes. Na, szóval az van, hogy de ő... Miki, ezt... aki egy kő alatt él. Így van. Ez most felcsendülhet teljes joggal. De mondom, annak ellenére most nem erről van szó, hanem valami téves kapcsolás az agyban. Na, viszont lehetne wireless energiát továbbítani például mikrohullámú lézerekkel. Ez simán lehet. Jelenleg is van ilyen terv, hogy például úgy lehetne a Földre tök sok energiát lenyomatni az űrből, hogy az űrbe felrakni egy csomó bazinagy napelemet, és akkor a napelemekről egy irányított mikrohullámú nyalábban tulajdonképpen lepostázni az energiát a Földre. Jó, de azért Tesla nem, tehát igazából a Tesla féle elgondolás, de javíts ki, mert lehet, hogy ez ugyanaz. A Tesla féle elgondolás az arról szólt, hogy kirakott a mezőre egy csomó villanykörtét, bekapcsolta a házban a ő kis Tesla tekercsét, felnyomta az energiát, és világítani kezdtek. Persze. Tehát ő gyakorlatilag arról az energiáról álmodott, ami úgy nézne ki, hogy nekem se a laptopom, se a telefonom, se semmi, soha nincs bedugva, nem létezik dugaj, hanem mindig a környezetből fölveszi az energiát. Igen. Amíg a te példád, és persze tök releváns, sőt, az a relevánsabb, ugye, hogy A pontból B-be lézerrel vagy mikrohullámú nyalábbal juttassuk el az energiát. Igen. Kettő közt azért van különbség. Persze. Talán a Tesla féle elgondolás az egy bonyolultabb dolog, nem? Hiszen azért olyan töltése van. Az egyszerűbb, amit mondasz, de persze ez is hozzátartozik, de itt nincs ördöngösség, tehát hogyha bármelyikötök fog a kezébe egy neoncsövet, és elmentek egy tévétorony közelébe, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy a kezetekben a neoncső elkezd világítani. Kedves hallgatóink, ezt próbálják ki, hogyha elég közel engedik a tévétoronyhoz, és küldjenek róla fényképet, amin világít a neoncső. Jó, de mondjuk a telefonjukat nem tudnák így feltölteni. Dehogy nem. Hát nem, tehát nyilván kell rajta dolgozni, de összességében arról van szó, és ugye ezért kulcsfontosságú nála a váltóáram. Na, mindegy, szóval az elektromágneses hullámokat ugye azzal keltik, hogy töltéseket hoznak rezgésbe, de igazából. Pont az a poén, hogy ez akár még a vákumban is működő energiatovábbítás, és emiatt mondom, hogy a kettő között, amit Ádám elmondott, hogy ettől ugye világítanak a cuccok, hogyha elég erősen küldjük rá az elektromágneses hullámokat, mert a két vége között, ugye mitől megy az áram, ugye, hogy a két vége között ugye elektromos potenciál különbség van, mondjuk ennek a fénycsőnek, amit emlegettem, vagy a mobiltelefonnak, amit tölteni akarsz, mondjuk nyilván. És akkor az van, hogy van két pólus, de mivel hogy ott megy a vákumban, vagy a levegőben, vagy amiben akarod, ott megy egy elektromágneses hullám, ami rezeg, ezért néha az egyik oldalon, néha a másik oldalon, de pontosan ugyanúgy lényegében, mint amikor bedugod a konnektorba, folyamatosan feszültség van a két vége között, és ezzel energiát lehet termelni. Igazából tényleg a Tesla koncepciója se volt más, hanem tényleg az, hogy bazi erős rádiótorony, úgymond, és akkor azok működtetik ezeket a lámpákat, hogy mondod, és amit mondok, az végül is
Lényegében ugyanez, csak a hosszabb távú verziója, mert nyilván, amikor az energiatovábbítást, és ezen is dolgozott sokat, így legalábbis a feljegyzései alapján úgy tűnik, hogy ezzel is foglalkozott, hogy hogyan lehet ilyen kontinensnyi távolságban energiát továbbítani. Na most persze annyi energia a világon nincs, hogy bekapcsolod, és akkor az egész kontinensen az összes lámpa felkapcsolódik. Ugye itt jön be az az ötlet, hogy hogyan lehet irányítottan küldeni az energiát, és akkor, és akkor az egy irányított elektromágneses hullám, de ennyi. Tehát igazából ennyi a különbség. A kettő dolog az lényegében tök ugyanaz. Én az energia mennyiségére gondoltam egyébként, tehát arra, hogy mondjuk, ha ez a valóság lenne, akkor ahhoz azért jóval több energiára lenne szükség a levegőben mindenhol körülöttünk, hogy mindig minden kütyünk működjön magától, mint nyilván az is nagy energia, amikor A pontból B pontba eljuttatok, de az egy célzott energia, ott csak ott van energia, nem mindenhol. És engem igazából az érdekelt volna, hogy Tesla wireless áramellátási rendszere az vajon működötte volna, vagy lehetséges lenne, hogy működjön, hiszen azért viszonylag nagy energiára van szükség ahhoz, hogy működtessük ezt a sok mindent, viszont ezt már biztosan, hogy csak maximum jövőre egy újabb Teslás adásba fogjuk tudni megbeszélni. Véget ért az adásunk, és hát így a végén azért engedjétek meg, kedves Claudia és Miklós, hogy megkérdezzem tőletek, hogy teltek az ünnepek. Gyorsan. Röviden és tömören összefoglalva, gyorsan. Nyilván kis család, nagy család, mindenféle egyéb látogatás megvolt, és körülbelül ez nálam idén az a fajta ünneplés volt. Idén reméltem, hogy normálisan végig tudjuk ünnepelni a karácsonyt, sajnos tavaly pont a karácsonyra kaptuk be a Covidot, tehát azért nem nagyon volt jó. És úgy nagyon készültem különben. Hát ha láttátok, akkor egy olyan űrkarácsonyfát csináltam. Hát még a sajtó is megírta. Hogy hát még a nálunk a Veszprém megyei sajtóba is bekerült. Úgyhogy én nagyon örültem neki, tehát nagyon készültem. Aztán az egész karácsonyi szünetet így beterveztem, hogy majd az egészet végig pihenem, és csak a saját dolgaimmal törődök. Azon a nyilván a három ünnepnapon kívül, amikor ugye különböző családtagjaimat látogatom. Na hát az aztán nem így jött össze, mert kb. Mindenhova mentünk, és mint ahogy általában, ami az egyesületünket jellemző, hogy állandóan jövünk, megyünk mindenhova, hát ez az ünnepek alatt is így volt, és pihenésről nem nagyon volt szó a három karácsonyi napon, illetve a szilveszteren kívül. Ja, én is hasonlókról tudok csak beszámolni, igen, a pihenés. Ez a pihenés, ez nem annyira megy. Próbáltam magam utolérni, próbáltuk magunkat utolérni, az óvis is próbálta magát utolérni, úgyhogy emiatt aztán az történik, hogy őszintén szólva az ünnepek jó, hogy véget értek, és most lehet, hogy végre lehet egy kicsit pihenni. Nem csak az ünnepek értek véget, hanem ez a műsor is, a mai adásunk. A január 20-án megjelenő Parallaxisban majd az általunk legjobbnak tartott és szubjektív toplistánkon szereplő science fiction filmekről és sorozatokról fogunk értekezni. Tartsatok velünk majd akkor is. Ivan és Rigel, Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.